Jó estét kívánok innen a Széktori Stadionból, a Kecskemét és Siófoki nézőteket szólok. A mikrofonnál kollégám nevében is Ferenczi Zoltán köszöntetek. A Monikomzsiga 29. fordulójából a KT Ereko Siófok SC labdarúgó mérkőzés. A nagyobb tét a Siófok csapatát nyomhatja, hisz a Balatonparti együttes még küzd a bentmaradás jelentő 15. helyért az MTK-val, míg a Kecskemét együttes a mai és még hátralévő egy bajnoki meccs eredményétől függetlenül már bebiztosította a helyét a legjobbak között az első osztályban. Az előző 28. fordulóban a Kecskemét botrányos játékvetés mellett 2-11-esre kikapott 2-1-re az Újpest otthonában, a Siófok pedig hazai pályán vesztett 3-1-re a Paks ellen. Az őszi találkozón Siófokon a KTN nyert 2-1-re. A Magyar Kupában is találkozott egymással a két csapat, akkor 6-2-es összesítéssel a Kecskemét ment tovább. A 28. forduló további eredményei: Szolnok DVSC 1-2, Vasas Pápa 1-1, Győr Honvéd 3-0, FTC ZTE 4-4, MTK Haladás 0-3 és Videóton Kaposvár 3-1. Nézzük a mai csapatokat. Lilafehérben a Kecskemétiek, Antal Boton, Koszó Balázs, Urbán Pál, Preklet Csaba, Farkas István, Bori Gábor, Patvaros Zsolt, Bertus Lajos, Farkas András, Tököli Attila és 19-essel Dosszol. Bizonyára feltűnt, hogy új összeállításban sok-sok fiatallal teletűzdelt Kecskeméti csapatot láthatunk. Először játszanak, debütálnak a Kecskeméti csapatban Urbán Pál, Bertus Lajos már volt, de kezdőként Patvaros Zsolt és Farkas András, ők már szerepeltek Liga Kupán vagy Magyar Kupa meccsen, de első osztályú meccsen Monikompligában most először láthatjuk őket. A Siófok összeállítása: Molnár, Magyarorsi, Fehér, Meltzer, Tusori, Délceg, Homma, Rudánszki, Csordás, Márton, Novák, Alexis. Játékvezető: Solymosi Péter, asszisztense: Spisják Zsolt és Kormányos Gábor. Bal jobbra a Kecskemétiek, és egy mozgássérű sportoló indított el útjára a labdát. A bajnokságban a KT két körrel a vége előtt 30 ponttal a 12-dik, 35 ponttal a 12-dik, a Siófok pedig 31 ponttal, 4-jel megelőzve a kieső jelölt MTK-t, a 14. helyen áll a tabellán. A KT eddigi mérlege: 28 mérkőzésből 11 győzelem, 2 döntetlen és 15 vereség, 48-52-es gólkülönbség. A Siófoké pedig 7 győzelem, 10 döntetlen, 11 vereség, 25-36-os mérleg. A Siófokhoz még hozzátartozik az is, hogy idegenben sokkal jobban mérlege a siófoki alakulatnak, mint a hazai pályán. Ha csak az idegenbeli meccseket néznék, akkor a tabellán, a képzelebeli tabellán a harmadik helyet foglalhatná el. És akkor egy szabad rugással már is nyitjuk a találkozót. A vendégeknél Mihalett István a mester, nálunk meg Tomislav Szivics, aki most fönnül a kispad helyett, fönn betegsége miatt. Kisebb vérnyomás gondokkal küzd Tomislav Szivics, Szabó István ül a kispadon. Tehát Szabó István most a Kecskemétek dirigense. Koszó Bori felé nyújtja meg a labdát, ezt pedig ki fog menni, hagyják a vendégek játékosai, ki menjen a labda az oldalon túlra. Ez is kint volt, már hiába kanalazták vissza. Koszó várja a bemozduló játékosokat, Dosszó próbál kettő között kihozni, aztán kihoz egy ledobást lehet dologból, mert többre nem volt igazából érdemes a helyzet. Koszó dobhat megint, jó pár méter előrébb, Dosszó próbál lefordulni, és még egy bedobás. Szép lassan arra szolgat a Kecskemét fölfelé, Koszó meggyakorolhat. Bori fejeli vissza a labdát, aztán megint Dosszóhoz kerül a labda. Bori, egyszer jó. Koszó próbálta megmenteni a helyzetet még, egy indítás. Preklet sprintel visszafelé, Preklet Csaba. Meltzer megy befelé, közép felé, aztán kihúz oldalra. Bal szélen próbál végigmenni. Egy bedobás, megint Koszó. Patvaros. Koszó hosszan fölnyomja Dosszó felé. Patvaros, Bori. Bori eladja, több volt a csel talán a kelleténél, Homma.
Csordásnak ez pedig hosszú volt már. Antal. Antal Botond a kapuban, most éppen ő kapja a labdát. Ő már többször szerepelt azért itt a Kecskemét együttesben. Melcen. Tusori. Novák kérni, de nem kapja. Homma. Melcer középre, ez Antali lehet csak. Antal húzza le, aztán gyorsan körülnéz, és jó nagyot belerúg a labdába, Dosszót próbálja megcélozni. Egy jó nagy kifli, aztán Koszó fejjel föl megint. Márton, fehér. Remek idő van, különben 25 fokot mért a hőmérő, úgyhogy igazán kellemes most már, hiszen egyre inkább fog hűlni a levegő hőmérséklete. Hiszen már 7 óra után vagyunk. Dudánszki jött föl. És a siófoki bedobás az első félidő negyedik percében. Józán a kecskeméti védelem. Bori próbál szeren, és sikerült neki. Novák hosszú bedobása. Jó a szerelés. Novák megy fölfelé. Novák megtör a labdát, és nagyon-nagyon hosszú bedobásra várhatunk most. Aztán egészen röviden intézi a dolgot Udánszkinak. Ez Antali lesz. Igen. Csordás ott volt mögötte, de nem bántotta. Farkas András húz föl. Még mindig mehet tovább, nem bántja senki sem. Bertus középre Tökörinek. Ez nem igazán jó, de Bori megmentette. Koszó. Megint Bertus. Nagyon agilis. Bori. Koszó. Egy jó kiugrátás, de ez hosszúra sikeredett. Farkas jelzés, hogy köszöni szépen, de ez hosszú volt. Homma. Ez rossz belépő volt mindenképpen, szabálytalanság, el a szabadrugás. Melcer áll a labda mögé, két tagú, aztán egy tagú a kecskeméti sorfal, eljön mindenki. Melcer megjelzi, hogy hová fogja majd ívelni a labdát. Mindenki megtalálja saját kis testvérharcát, megjátszott, aztán fejesen kifele tisztáznak, bedobásra megint jöhet Melcer. Magyarorsi ment oda hozzá. Jó csúsztatás, Csordás csúsztatta meg fejjel labdát, de Antal ott volt és felszedte azt. Antal körülnéz. Szabó István robbant ki a kispadról, hogy gyerünk gyorsabban, pörögjünk. Dosszó felé, Dosszó megcsúsztatja a labdát. Csak nem jól lett Ökörinek. Koszó, vissza. Nem volt Ila fejrmezes, Homma teszi aztán tovább. Tusori. Udánszki. Ez talán lábra ment, azt jelenti a játékvető sportás, úgyhogy veszélyes játék miatt jöhetnek a sárga kékek. Tusori. És Bori teszi hátra Prekletnek. Még mindig Preklet.
Jó indítás. Dosszónak, ő meg is tudja tartani. Urbán nyomta előre. Az első szöglet a mérkőzésen, és a Kecskemétek végezhetik el. Ez pedig a 8. percben történik. Bertus megy a labdáért, ő fogja elvégezni a szögletrúgást. 8 perc telt, igazából egyik oldalon sem volt még komoly helyzet. Úgymond kóstolgatják egymást a csapatok és a játékosok. Bori. Tehát Bertus inkább ott hagyta a labdát. Aztán jön ki kis szögletre. A Bori megnyújtja középre. Remek fejes lett volna ez Dosszótól. Senki sem zavartatta őt. Belerobbant, odaért. Most van egy kis baj. Farkas András későn ébredt, és már csak így tudott visszazárkózni. Siófokiak már nagyon-nagyon jöttek, három és ott voltak a mi térfelünk közepén, és úgymond a taktikai szabálytalanságot kellett végrehajtania. Farkas András a 8. percben ságalapos figyelmeztetést kapott Solymosi Pétertől. Farkas István keresztedett. Kellett nagyon, mert azon a szélen nagy-nagy üresség tátongott a kecskeméti falat illetően. Jöhetnek a vendég Siófokia. Most kell kirúgni, Bori rúgta ki ügyesen. Dosszó próbál labdát szerezni, nem sikerül neki. Patvaros ugrik föl magasra, aztán Dosszó, most már Bori a labda útja. Most lehet indítani Dosszót. De így is jó, Farkas fel nagyon jó labda mentám. Farkas sprintel visszafelé. Jó lesz visszazárni ott a szélen. Urbán volt az, aki megállította a feltörekvő játékost. Most kell jönni. 1-0. A 9. percben egy belőtt labdát fejelt be a siófoki csatár, mindjárt mondom is, lehet, hogy Homma volt az. Ő volt a gólszerző, ezzel 1-0 arányba vezet a KTR-ek elleni mérkőzésen a Siófok csapata. Talán nagyon lassan zártak vissza a kecskeméti védők, és a belőtt labdát, gyorsan megjátszott labdát a vendégek gólfelelőse beborintotta Antal Boton kapujába. Tököli. Dosszó. Lelopták a lábáról a labdát, sok volt a csel. Hatvaros Koszó. Preklet. Bertus. Szépen jön végig Bertus Lajos. Csak most egy jó labda kell. Jó is a labda Dosszónak. Egy csel, még egy csel, aztán fönnakad Dosszó jelzőjött. Bántották, mehet tovább a játék. Patvaros próbál szerelni. Ez meg már kint volt. Hiába oszta vissza Novák. Ez már elhagyta a játékteret. Koszó dobhat. Bori. Délceg jelezte, hogy őt bántották, de hát a másik oldalon Dosszó is ugyanezt jelezte, a játékvezető meg mondta a Délcegnek, hogy mehet tovább a játék. Mindkét oldalon ugyanaz történt, nem kell megszakítani a folyamatos játékot ezért. Tusori szalomozott egy nagyot, aztán hempereg a fűben, mehet tovább. Szépen jönnek föl a vendégjátékosok, aztán Csordásnak egy rossz labda, ezt ő se tudta befutni. De nagyon sportszerűen megköszöni a labdát. Bertus. Farkas. András. Egy rossz passz visszafelé.
talán még sikerül oldalra tisztázni. Orbán volt az, aki tisztázott oldalra. A 13. percben járunk, 1-0 arányban vezet a Siófok FC ezen a találkozón, és ők dobhatják a bedobást is. Ludánszki. Az első siófoki szöglet következik, Kecskemétek már rúgtak egyet, abból csak nem gól is született, Dosszó robbant bele a labda útjába. Irányzéka volt egy kis probléma, most nézzük a siófokiak mire mennek a szögletrúgással. Jól jön a hosszúra. Novák fejelte fölé, fölszabott a kecskeméti kapu, mindenki húzódik visszafelé. Mihalász István is jelzi játékosainak, hogy gyorsabban menjenek vissza, mert üresen van Bori, meg Tököli is, de most már nem. Farkas, egy kiugratás nem jó. Ők is ezzel próbálkoznak, ez is hosszú, ez Antal Boton zsákmánya. Koszó kap egy keresztlabdát, Bertus pedig segít neki. Megint Koszó, nagyon kijönnek a siófokiak, letámadják a mieinket. Bertus nem tudja megszeríteni a labdát. Urbán megbesegített neki. Most Bori indítja Dosszót. Dosszó kirobbanhat. Nem sok hiányzott. Novák tisztázott előle. Batvaros. Bori. Talán kicsit több bátorság kellene, de hát első meccsük ezeknek a fiataloknak. Jó labda lesz ez, nem hosszú. Az elképzelés mindenképpen jó volt, a kivitelezésben egy kis hiba csúszott. Tusori. Fehér. Hosszú labda, ez Farkasé lesz. Nem is megy senki, csordásod és sprintel utána, de látja, hogy nem érheti utol. Ezt nem értem, Antal Boton pont oldalra kivágta a labdát, pedig a másik oldalon többen is várták ezt. Lehet, hogy a gól egy kicsikét megfogta a mieinket, de majd csak túl lesznek ezen a kellemetlen időszakon. Koszó fejjel ügyesen, Borinak, emberhez még hozzá, ügyes a csel, még egy csel jó. Farkas. Középen meg szélen is várt egy Koszó, nem kapja, de így is jó még, Bertusé. Bertus jó csel, Tököli, most indul Bori. Most középre ki van ott? Ez kéz volt, mindenki jelzi. Igen, a becsúszó játékos kezét érte. És akkor Bori teszi le a labdát. Ludánszki kezét érhette a labda, és ezért 11-es jár a 17. percben. Bori áll a labda mögött, vele szemben Molnár. És jó, ellenkező oldalra, sarokba, Bori egyenlít, 1-1 ezzel az állás a mérkőzésen. Jó akció futott végig, 4 siófoki védő is elesett, és egy játékosnak a kezét ért a labda, ezért 11-es ítélt a játékvezető Solymosi Péter, ezt pedig Bori értékesítette. Az új csapat egyenlítő gólját a 21-es számra játszó Bori Gábor szerezte! Az idei szezon második gólját lőtte Bori. Az előző 11-esből szerezte Bori Gábor. Délceg. Szépen forgolódik, aztán besegít Farkas András. Kellett nagyon. Délceg ügyesen ment végig a szélen, aztán forgatta meg a két védőt.
18. percben 1-1 az állás itt a Széktori stadionban. Patvaros fejelt. Dosszó küzdött a másik oldalon, szokatlan pozícióban. Csak Kecskemétieket illeti a bedobás joga, mert előtte már kint volt, miatt rárúgták volna Dosszó lábára a labdát. Farkas készülődik. Lopja a távolságot, Dosszó. Kapott hátulról egy csomagot. Antal jött ki a kapuból. Tuskori fejjel vissza. Ez viszont Bertusé, majd Koszóé. Koszó. Tököli próbálja megszerezni a labdát, ketten is támadták őt. Preklet fejjel vissza. Egyérítős Novák vissza. Márton viszont kétszer ér a labdához. Én meg haza tolja Molnárnak. Koszó fejjel bele. Aztán Patvaros, csak hát ott nincs Kecskeméti játékos. Le is vehette volna. Talán ha szólnak neki, akkor sokkal jobb lett volna. Csordáltak egy jó labda, ha beéri, nem éri be. A 11 pályán lévő Kecskemétiből, játékosból, KT játékosból 6 kecskeméti nevelésű, születésű játékos. Nem akármilyen fegyvertény. Jelzi azt, hogy kecskemétiek melyik úton szeretnének majd haladni. Urbán. Bertus. Dosszó. Megint egy jó cserd, aztán ez soknak bizonyult. Most kell szerelni, nagyon-nagyon jönnek a siófokiak. Ügyesen hozták ki a labdát. Dudánszki. Novák kap egy hosszú labdát. Ő sem így képzelt el a dolgot. Koszó következik. Mindkét edző a pálya szélén ácsorog idegesen. Bori. A kecskeméti fiatalokat leginkább Szabó István ismeri legjobban, mert az ő nevelése leginkább. Na de hát sokan mások dolgoztak még a siker érdekében. Tusori. Aztán ellopják a labdát. Bori. Bertus, Tököli, róla ment ki szerintem, így van, ott kell hagyni a labdát. Novák. Fehér. Rudánszki. Most nem tudnak följönni a siófokiak, mert jól zárnak vissza a kecskemétiek. Ma Urbán szerelt remekül, mert Délceg már ott kiugrásra készen várt a labdát. Koszó, rossz helyre. Most kell kirúgni a labdát, ott van Bertus. Mogyorósi. Ez hosszú megint. Kirúgással folytatódik az első féldő. 22. percében a játék, amikor is 1-1-es állást regisztrálhatunk, mert ennyi az eredmény. Kecskemétek 11-esből egyenlítettek, a siófokiak pedig akciógólból szerezték meg a vezetőgólt Homma révén. Antal nyújtja meg a labdát, Dosszó tovább, csak nincs ott lilafehérmezes játékos. Ez pedig kimegy megint. Sok a hiba, sok az ilyen technikai hiba, mindkét oldalon. Koszó. Tökölét próbálja megjátszani, csak ez hosszú. Itt talán Dosszó révén valamit kihozhat a kecskemétig ebből a lehetőségből. Bori, Dosszó. Nem sikerül átfűzni a labdát. Egy kiugratás, ez pedig prekleté lesz. Délceg megy utána, de hiába, mert ott van Antal.
Csak ki kell rúgni most már. Tusorinak passzol a kecskeméti kapus. Homma teszi vissza a labdát. Tusori. Én még inkább hátatolja Fehérnek. Egy ívelés, Homma felé megint nagyon jó labda. Ah! Mit védett Antal Botond? A sarokból tornázta ki a labdát. Kapus hozzáért szerintem, játékvető sportás meg azt mondja, hogy kirúgásra folytatódik a játék. Szerintem meg Antal pöckölte ki a sarokból, de hát menjünk tovább. Patvaros fejeli, megint nem kecskeméti játékoshoz. Tusori. Ez ki fog menni, hogyha Preklet is úgy akarja, ha nem, akkor pedig így van. Csak kiengedte ügyesen, okosan. A mostani 29. fordulóból Paks Vasas 3-0, ZTL DVSC 1-1 és Honvéd Újpest 1-4. Ezeket már lejátszották, a többieket pedig ma vagy pedig holnap fogják majd lejátszani. Ez Bertusé. Elcsúszott közben. Jó lesz vigyázni. Délceg. Még mindig Délceg. Most már Tusori. Csordás felé, de Homma is ott van. Csordás üres kapu. Mit védett Antal? Most Antal visszaért. Hát tüzeltek szépen a siófokiak, a milyenknek foggal körülme védekeztek. Igazi tűzi játék volt a kecskeméti kapu előtt a 25. percben. És hát remekül helytálltak a fiatalok. Bertus. Becsúszva is tud továbbítani Farkas Andrásnak. Rendkívül gyors játékos Farkas Andrés. Jó lenne többször megjátszani és kihasználni ezt a lehetőséget. Farkas. István. Dosszó talpa vissza. Ez megint egy bedobás. Ismét Dosszó. Meglökték, de mehet tovább, nem volt akkora lökés. Urbánnak kell nagyon menni Délceggel. Délceg megcsúszik egy picit, megbicsaklik, ez a szerencsénk. Visszajöttek a többiek is. Már nem kellett volna faltolni, mert mindenki visszaért. Sőt, létszámfölönyben voltak a kecskemétek, csak ő ezt nem láthatta, mert éppen a betörő játékossal volt elfoglalva. Szabadrugás. Két tögó a kecskeméti sorfal. Jó a szög, jó a távolság. És mindez történik az első fél idő 26. percében. Jó a csúszatás! Tusori mellé fejelt, és kirobban Antal Botond, mert igaza van. Elnézve a kecskeméti védők, és ha bemegy, akkor ő már bizony nem tehetett volna róla. Ez most szerencse dolga volt. Egy ártatlan helyzetből, egy rossz szerelésből majdnem gólt kaptunk. Bertus szerel, jó. Koszó. Indulnak a mieink, csak a labda nem igazán jó. Novák nyújtja meg. Homma. Mercel, de ez hosszú. Antal Botond készülődik, aztán mutatja, hogy kinek is szánja a labdát.